Amikor én általános iskolás voltam, akkor azért a mi osztályunkból, ha jól emlékszem, legalább négyen, öten szerettek volna Jimi Hendrixek lenni. Nem tudom, hogy manapság ez változott, de biztos változott, mert nem ismerik annyian már szegény Jimmy-t. Milyen múltra tekint vissza itt a Bárdosos iskolában a gitároktatás? Hát a gitároktatás végül is mióta én itt dolgozom 3 éve, folytatom ezt a tanítást. Hát a klasszikus gitárt tanítjuk, mint minden zeneiskolában. Bocsánat, az, hogy gitárt oktatsz meglehetősen fiatalon, ez számomra azt jelenti, hogy előtte valahol ilyenfajta képzettséget kellett szerezni, vagy pedig autodidakta módon megtanultál gitározni, és így oktatsz. Nem, hát ez egy külön tanári diploma kell, hogy legyen minimum. Ungváron fejeztem be a zeneművészeti főiskolát, és most a Donyecki Nemzeti Zeneakadémián tanulok. Hát én azt hiszem, hogy az igen híres zeneakadémiának számít már, mint a Donyecki. Majd erről még később beszélgetünk. Hát a fiatalember az, aki miatt elsősorban ide érkeztünk, ugyanis Adriánt én láttam egy felvételen, ahogy Nyíregyházán fogja a kezében a gitárt, és egy igen rangos rendezvényen játszik. Emlékszel egyáltalán arra, hogy milyen zeneművet kellett neked ott elgitározni? Egy változatok egy spanyol témára. Te már mást is gitároztál ezen kívül. Annak mindesetre örülök, hogy ennyire tudod még a címét is, nem könnyű cím. Szóval a többiekhez képest ez nehéz volt eljátszani, vagy pedig könnyebb, mint másokat? Nehezebb valamennyivel. És mi az, amit szívesen játszol? Van-e olyan konkrét zene, amire azt mondtad, hogy ezt szeretem, vagy pedig megfogod a gitárt és játszol, ami jön? Hát inkább ami jön, ami eszembe jut. És miért kezdtél el gitározni? Azért én azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretnek zongorázni például. A gitár az egy vagányabb dolog szerintem. Szóval az olyan, hogy azt a bölcsek isek, a vagányok, a rockerek gitároznak, ami azt jelentheti, hogy te az ilyesmi zenét szereted? Igen, nagyjából. Otthon hogy viszonyulnak ahhoz szüleid, testvéreid, hogy te gitározol? Inkább azt mondják, hogy na most már hagyd abba, mert nem bírjuk és késő van, vagy pedig azt mondják, hogy gyere, aztán játsszál nekünk valamit, vagy mutasd meg, hogy ezt és ezt hogy kell csinálni. Hát inkább az, hogy mutasd meg, hogy ezt hogy kell csinálni. És a családban más is gitározik, vagy egyedül vagy? Egyedül vagyok, hál' Istennek. Hál' Istennek. Testvéréd esetleg nem kérik azt, hogy leszeretnék játszani, mondjuk ha nem is a boci-boci tarkát, de valami mást, akkor mutasd meg nekik? Tehát konkrétan őket nem kell tanítanod gitározni? Nem, nem kérik egyáltalán. Mi tiszta szerencse. Más hangszerek tanítói mellett mennyire megbecsült egy gitároktató? Ahogy Adriánnak is mondtam, azért a gitár az én szememben mondom, az inkább egy vagányabb hangszer. Tehát mondjuk azt könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy aki mondjuk zongorát oktat, visszatérve a zongora példához, az azt mondja, hogy gitár? Így van ez, vagy ez hamis? Hát szerintem nem lehet mondani, hogy semmiképpen sem hamis, mert azért Európában is, meg mindenhol a világon számos több gitárfesztiválok vannak, hangversenyek, és ez szerintem így fölhúzza magát a többi hangszerhez. Elképzelhetőnek tartja a tanár úr azt, hogy valamelyik gyerek majd, vagy most, vagy a későbbiekben, inkább a későbbiekben eljut ilyen gitárfesztiválokra, olyan helyekre, ahol, teszem azt külföldre, ahol nagyobb pompában, elegáns környezetben tud majd gitározni. Hát igen. Végül is ez minden munkakérdés, és minden gyerekben van egy bizonyos fajta tehetség, csak ezt tudni kell jól kibontani, és akkor ezáltal fogunk igyekezni. Mennyit kell gitározni szerinted egy gyereknek ahhoz, hogy nagy esélye legyen arra, hogy nem tudom mire gondolod, de mondjuk egy komolyabb szintre eljusson? Ez napi hány órát jelent? Fú, itt nehezen megsatszolni, ez különböző ilyen tényezői vannak, amik befolyásolhatja a gyerek előrehaladását. Mondjuk valaki van fogékonyabb, annak mondjuk megspórolja egy órával kevesebbet kell neki mondjuk, mint a másik gyereknek. Valakinek kicsit több időre van szüksége ahhoz, hogy elér ezt a bizonyos szintet, de szorgalommal végül is mindent el lehet érni. Adrián, ez a beszélgetés, amit említettem, mégiscsak rólad szól. Te hogyan képzeled el, a jövőben is fogsz gitározni, már mikor nagy leszel, és esetleg zenekarban is fogsz játszani, van-e ilyen terved, vagy te nem tervezel, hanem egyszerűen játszol? Melyik az igaz? Hát zenekarban biztos, hogy nem fogok játszani, de azért felnőtt koromban is fogok. Miért mondod azt, hogy zenekarban biztos nem fogsz? Mert már más a célom. Már van célod? Na mesélj erről gyorsan. Hát igazából ügyvéd szeretnék lenni. Hány éves is vagy te? 10. Na hát ahhoz képest komoly céljaid vannak, gratulálok. Minden esetre vágysz olyanra, amit az előbb én mondtam, hogy nagy közönség előtt, egy nagy színpadon, mindenhol csillogó fények, az emberek
esti ruhába, bár a gitárhoz ez lehet, hogy nem annyira illik. Szóval azért vágysz ilyenre? Persze, nagyon. Van olyan, mondom azt, hogy nem zenemű, hanem szám, amit te úgy szeretnél eljátszani, bár még nem tudsz, de hallottad már, és azt mondtad, hogy hú, ezt én egyszer el tudnám játszani? Nagyon sok van, rengeteg. Mondj néhányat. Fú. Inkább magyarok, vagy külföldiek? Külföldiek. Neked mond még az a zenekar valamit, hogy Guns N' Roses? Nem. Ez már semmit. Akkor erről nem tudlak kérdezni. Attól függetlenül, tehát mindentől függetlenül, szüleid biztosították neked azt a lehetőséget, tehát van otthon saját gitárod, amin játszol, vagy pedig csak az iskoláin? Van saját gitárom, és még karácsonyra most kapok egy még fejlettebbet. El leszel halmozva gitárokkal, és akár a testvéred kezébe is azt most már egyet? Igen. Hát annyira belemerültem magába a gitározásba és a gitárokba, hogy még azt el is felejtettem megkérdezni, hogy Adrián hol is lépett fel pontosan? Ez Nyíregyházán volt az esemény, a Mikael Sándor zeniskolában. És mi volt az esemény? Kezedben egy meghívó, ezt föl lehet olvasni szerintem. Igen. Határon túl és magyar zeniskolák hangversenye volt. Ez már egy ilyen, mondjuk egy ilyen kis tradícióvá vált, évről évre megismétlik, és aztán a határon túli zeniskolák azok mennek Budapestre. Ott fejezik be ezt a hangversenyt. Hát Adrián, én neked szívből gratulálok, mert ha megengeded, én azt elárulom neked, hogy gyerekkoromban piszok módon szerettem volna gitározni, csak olyan botkezeim vannak, hogy nekem nem sikerült. Hadd kérjelek meg arra, hogy néhány taktust játssz le azon a gitáron. Okay.